Amiről én szeretnék beszélni, az az, hogy amikor János ugye azt mondta, hogy íme, ugye amikor meglátta Jézust ott menni, azt mondja, itt, íme itt van az Istennek a bárány, aki elveszi a világnak a bűneit. És akkor János kijelentette Jézust, hogy ő a messiás, és hogy őt kövessétek, ugye? A tanítványai, onnantól kezdve voltak olyan tanítványai Jánosnak, aki onnantól kezdve nem János követték, hanem elmentek Jézus után. Ugye? És azt mondja János, hogy innentől kezdve neki emelkedni kell, nekem pedig alászállnom. Időre szólt a szolgálata. Nem egy időre, hanem ő befejezte a szolgálatát. Neki ez volt a küldetése. Azt mondja, hogy én ő előtte küldettem el. Meddig? Amíg bemerítette őt. És ez volt az ő szolgálatának úgymond a vége. Ezért lett küldve, hogy felszólítsa Izraelt, hogy térjenek meg, és hogy merítkezzenek be, mire? A bűneiknek a bocsánatára. Megvolván a bűneiket. Ugye? És akkor kijött egész, azt írja, hogy egész Izrael kijött a Jordánba, hogy bemerítkezzenek, bűnbánatra jutottak, megvallották a bűneiket, és aztán János bemerítette őket, ugye, a bűnöknek bocsánatára. És aztán azt írja a Biblia, hogy kijöttek a farizeusok is, hogy őket is merítse be a János. Olvastátok? és a János pontosan ezt mondta nekik, hogy mérges kígyóknak fajzatai vagytok ti. Miért? Mert azt akarták, hogy merítse be őket a János, de hogyan? Hogy ők nem vallják meg a bűneiket. Tehát ők úgy mentek oda, mint gyakorlatilag bűntelenek. Tehát, hogy mint akinek nincsen szüksége arra, hogy ő meg legyen mosva. És ezért mondta János ezt, hogy olyanok vagytok tényleg, mint a kimeszerben is, mint a mérges, igen, meg mint a mérges kígyóknak a fajzat, hogy menjetek el és térjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Ugye? De amit még ehhez hozzá szeretnék tenni az, hogy véleményem szerint Keresztelő Jánosnak nem kellett volna meghalnia úgy, ahogy meghalt. Hanem azt látom problémának a Jánosnál, hogy neki ott, amikor vége szakadt a szolgálatának, szerintem neki is menni kellett volna Jézus után. De ő folytatta tovább ugyanazt a szolgálatát, ami és akkor volt egy ilyen nagy mozgalom igazából, ami a Keresztelő Jánosnak még nagyon hosszú ideig, akik ilyen János követők voltak. Tehát nem Jézus követők voltak, hanem János követők, akik Jánosnak a tanításait. De értitek? Tehát amikor megszólította őt az Úr, onnantól kezdve, hogyha János azt mondja, hogy figyelj, nem vagyok méltó, hogy a te sarudnak a szíját megoldjam, érted? Onnantól kezdve menni kellett volna neki is Jézus utának, mint egy tanítvány, mint aki tanítani, vagy hallani akar a mestertől. Érted? És az lett volna az igazi jel az egész Izrael számára, hogy a János, aki eddig a megtérést hirdette, megy azután a személy után, aki az igazi megtérést hozza el. De ugye ehelyett belement az ítélkezőknek a székébe, beleült, ott ítélgette ugye a Heródest, a Heródiás, stb. És ott fejét vették. De milyen érdekes, hogy először bebörtönözték a Jánost, és ugye az van megírva a Messiásról, hogy ő majd kiszabadítja a foglyokat. Ez az egyik Ézsaiás ige, hogy amikor eljön, akkor ugye ki fogja szabadítani a foglyokat. És ugye a János nem szabadította ki Jézus. És ekkor, amikor megingott a hitébe János, akkor küldött el, hogy kérdezzétek, hogy te vagy az, akit várunk, mert tehát megingott ebbe. És akkor Jézus visszaküldött, hogy mondjátok el Jánosnak, ugye, hogy vakok látnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak. Boldog az az ember, aki bennem meg nem botránkozik. Tehát aki nem veszíti el a hitét bennem, más szóval. Értitek? Tehát azért volt a Jánosnak az életében ez a megrecsenés, mert ott már ő neki váltani kellett volna, és neki már ott Jézus kellett volna követni. Ez nem azt jelenti, hogy ő most így elveszítette az örökségét, vagy az üdvösségét, nem. Ő betöltötte azt, amiért itt volt, csak nem biztos, hogy így kellett volna, hogy befejezze. Sokkal nagyobb dicsőséges dolog lehetett volna az,
hogy mint Jézusnak a követője, egész Izrael látta volna, hogy az a János, aki eddig a megtérés hirdette. Egy egész tömeget hozott volna. Pontosan.